sporthíreink következnek. Tökéletes első félidőhöz mindössze a gól hiányzott az Aqua Generál HSE játékából a Kisvárda második csapata ellen szerdán. Ennek ellenére a második félidőt a Kisvárda kezdte jobban, egy NB1-es játékos remek megoldásának köszönhetően vezetést is szereztek. Ám csapatunk újra bizonyította erejét, és Lukács Zsombor révén egyenlítettünk. A győztes gól sajnos nem sikerült megszerezni, ezzel a döntetlennel valamelyest sikerült javítani a BKV elleni vereség után. Lukács Zsombor tűnik föl, aki a BKV előre ellen nagyon sokat volt játékban, aktív volt, sajnos ott elő sok hibával játszott, de most ott van Máté! Máté! Hát ezt hogy lehetett mellé fejelni? Ezt Máté Jankó beszokta stukkolni egy méterről, aki nagyon várta a meccset. Na, ezt viszont Balog meg nagyon megvárta ezt a labdát. Balog ott van a 16-osra belül, Balog lő mellé! És hozzáért ezek szerint a kapus. Balog elszámította a labda ívét, és ebből bajba lehetünk. Kónyán átpattan. Ez viszont nagy baj. Gosztonyi, Mészáros. Hát egy hatalmas kisvárdai helyzettel kezdődik a második félidő. Figyelni, nehogy megint baj legyen. Igaz, hogy meg vagyunk ketten, de talán egy kicsit közelebbről kellene. Kamály viszi be, nagy bajban vagyunk gól. És volt ott érkező ember. Kamály addig bolondította a népeket, amíg betalál a Kisvárda. Megmondom őszintén, hogy nem láttam, hogy ki volt, mert nagyon sokan érkeztek, talán Stratoszta, az, akit ünnepelnek, az 50. percben. Azt kell mondjam, hogy a második félidőben érett ez a gól, de hát ezt szerintem ez a játékvezető Mencsik László nem fogja befújni. Kicsit késve jön! Mit csinálunk ott hátul? És mellé ment. Hát nagyon nagy szerencsénk volt. Kónya és Mészáros most ilyen szilveszteri baki parádéba illő megmozdulást mutatott be. Barnóc a jobb oldalon többet jöhetne fel úgy, mint az első félidőben. Ott van érkező ember, és ott a gól! Ott a gól! Természetesen, ha jól láttam, akkor megint Lukács érkezett, ezúttal nem Máté. Lukács a 62. percben tehát betalál. Kedves szurkolók, megvan az egyenlítés a 62. percben a gólszerző, a szokoszkori Lukács Zsombor. Sütő az előző támadásban is részt vett, kellene most Barnusztól egy újabb beadás. Ott van Máté! Ez hogy ment mellé? Hát most jó lett volna, nem egy perc alatt, fél perc alatt szerezhettünk volna két gólt, Ficánkol, kis Szabolcs. Máté, ez be kell fejelni Jankó! Mellé! Hát Máté Jankó ma nem áll, a hadilábon áll a gólszerzéssel, ezt akartam kinyöszörögni. Most pedig ott volt, teljesen üresen megnézhette. Jól is csinálta egyébként, hogy megpróbálta lefejelni a földre. Ott van Máté, ott van Szabó Lajos, jó ez a labda, Máté, Szabó Lajos már a 16-oson belül, el kell találni, és megpattan! Valahogy fölé ment a labdájába, még belevetődött az egyik kisvárdai védő, Vasottó. Mert én úgy gondolom, hogy félig üres, mert szerintem nekünk több lehetőségünk volt, meg kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést, de ugyanakkor meg, hogyha azt nézzük, hogy ők szereztek vezetést, és sikerült visszajönnünk, és utána még megint nekünk voltak helyzeteink, akkor pedig félig tele van, de úgy gondolom, hogy ameddig ezt nem sikerül be is rúgnunk, addig nem lehet tele, tehát egy ilyen meccsen szerintem nekünk sokkal több helyzetünk volt, mint az ellenfélnek, ezt sajnos nyernünk kellett volna, de sikerült megtartanunk az itthoni veretlenséget, ennek örülünk. Az összes támadó valaki rendelkezésemre át kezdtem, és hát sajnos ugye a Petinek azért van lemaradása,
és hát nem is volt játékba sem, tehát ott tudtam kicsit frissíteni a sütő révén, hát tudjuk, hogy sütő egy szélső volt, de úgy gondolom, hogy ott utána összeállt a jobb oldalunk is, mert nem volt probléma, a bal oldalunkkal nem volt probléma, utána a jobb oldalunk is összeállt, voltak lehetőségek, sajnos hát ez ennyire futottam most ma. Megpróbálhatjuk azt, hogy próbálunk kényszerítőt csinálni, hogy próbálunk kihozni a labdát, de igazából azt kell kihasználnunk, hogy esetleg a lehetőségeinkhez képest többet tudunk edzeni, többet bírunk futni, és próbáljuk meg inkább a mögöttük hagyott területeket kihasználni, azokat megfutni, és ebből beérni a kapu elé. Hál' Istennek ez sikerült, volt is még ezen kívül azt gondolom, hogy két nagyon komoly lehetőségünk, amivel eldönthettük volna a mérkőzést, de engem jobban bosszant az a dolog, hogy gólt kaptunk. Az egyenlítő gólunk után a Barnucnak rögtön volt egy jó beadás, ami olyankor épp hogy lemaradt. Azzal, hogyha esetleg az befejezi, akkor teljesen más a történet. Egy kis szerencse hiányzott még, ami az előző meccseknek megvolt, most sajnos nem volt meg, úgyhogy így döntetlen lett a vége. Azért megdicsérem a csapatot, mert ismét felálltunk, és a meccs végére meg azért beszöltöttük őket, meg volt a lehetőség a győzelemre is. A táblázaton elfoglalt helyezés alapján lehetett tudni, hogy azért ezt nevezhetjük rangadónak. Azt hiszem, hogy mindkét csapat kellően felpörögve és jó hozzáállás játszott a mérkőzésen. A minőséget egy picit befolyásolt a pályának a minősége, de igazából szerintem mind a két fél ehhez jól alkalmazkodott, és a küzdelem, a párharc az domborodott ki. Nagyon nagy előny egy ilyen mérkőzésen, hogyha sikerül előnyt szerezni, ez nekünk sikerült. Úgyhogy emiatt egy picit bánatos is vagyok, hogy nem tartottuk meg, mert utána már annak a csapatnak, aki ezen a talajon kezdeményezni akar, akkor sokkal nehezebb dolga van. Úgyhogy az ellenfél ebbe azt gondolom, hogy jól vizsgázott, hiszen tudott kezdeményezni, nyomást gyakorolt ránk és meg is szerezte az egyenlítő gólt. Úgyhogy így összességében azt gondolom, hogy egy igazságos döntetlen született. Ez a játék, ami ma produkáltunk, úgy gondolom, hogy elég lehet a Egerbe. Folytatta 100%-os mérlegét a fővárosi BKV előre a Hajdúszoboszló Akva Generál ellen az NB3-as bajnokságban. A kiegyenlített első félidő után kevesebb helyzetéből két gólt szerzett a fővárosi együttes. Csapatunk játékában ezen a mérkőzésen sajnos nem volt benne a pontszerzés esélye. Folytatás vasárnap Egerben, amelyet szintén élőben láthatnak csatornánkon, illetve a közösségi oldalunkon. Ebben a pillanatban tehát elkezdődik a mérkőzés, nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. Nagyszerű labda ez a túlsó oldalra, megy a sütő, Balázs nagyszerűen, Szabó Lajos Mátyás jó labdája, jön éles, most kell Zoli egy jó beadás, ott van Máté Jankó, jó is az, Máté, átszállt majdnem a kapus fölött, de Horváth Gábor még csak bele tudott valahogy nyúlni, bele tudott pilinszkálni. Gyurkó, Tóth lassan lövő helyzetbe, Busait most ott hagytuk, figyeljünk. És bizony, ezt elnézte Mészáros. Lehet, hogy meglepte Mészárost, hogy egy ilyen beadásszerű lövés beakad a 60. percben. Vezet a BKV előre Kubó Gábor góljával. Érzésem szerint most nem volt benne a gól. Mészáros elnézést is kér, ő már kilépett a kapujából, beadásra számolva, és hát mögé ment a labda, a rövid saroknál kis lökéssel indított. Csiki, figyelni kell! És az utolsó pillanatban jön Busai, bajba vagyunk. Mészáros nagy védése! Még mindig nem múlt el a veszély. Hát ez gusztustalan volt. A földön fekve még utána rúgott Vincének. Hát nálam ez is lap egyébként, és még Vince segíti föl Busait. Kis Szabolcs jön visszavédekezni. Csiki mellett beadják, és volt érkező Mészáros. Most meg mit védett Mészáros? És aztán bemegy. Busai bejött neki, hogy a kapus lába mellett elrúgja. A 77. percben 2-0-ra vezet a BKV előre. Busai góljával. Busai Attilának ez a 10. gólja. Hát eddig se volt nekem szimpatikus Busai, most meg aztán pláne nem lett a kedvencem, de hát ettől szép a foci. Kár érte azért az első gólért. Nem várja már meg ezt a játékvezető,
nem lehet rá panaszunk. Juhász Dávidra a 60. percben az első gólt Kubó Gábor szerezte, a 77. a rutinos Busai Attila is betalált. Ezzel nyer a listavezető első helyezett BKV előre a negyedik helyezett Szoboszló ellen. Nem nagyon tudtuk azt megvalósítani, amit kért tőlünk a mester. Nagyon beszorultunk, nagyon nagy mezőnyfelénybe játszottak be, de egy-két helyzetet leszámítva tényleg nem tudtak mögénk kerülni. Sajnos a másik fél időre elfogytunk, kaptunk egy bal szerencsés gólt. Utána egy kicsit megpróbáltunk váltani a játékunkon. Kinyíltunk, utána jöttek a kontrák. A beadásnál sajnos én is hibáztam, lemaradtam a fejesnél, aztán a kipattanó eléjük került, amivel lezárták a meccset, mert helyzetekig nem nagyon sikerült eljutnunk ezen a mai meccsen. Ez a csapat, ez tényleg, hogy elkezdtük a felkészülést, a tavalyi, aki kiesett, akkor elkezdtünk egy újfajta játékrendszert, amire belevetették magukat. Hát megmondom össze, hogy 41 fokba edzettünk majdnem 3,5-4 órákat, hogy ezeket az alapokat le tudjuk lépni. De ugyanaz van nálunk, hogy nincs semmilyen cél, tehát nekünk a tisztes helytállás, hogy amennyire tudunk, megyünk, mert ez most már a gyerekekkel múlik, hogy ezt a rekordot meddig tudjuk építeni tovább. Tudtuk, hogy a BKV azért egy jó csapat. Természetesen az első félben inkább védekeztünk, igazából nagyon lehetőségünk nem volt, egy-két pontrugás után talán lett volna lehetőségünk gólt elérni. De tény, hogy a hiányoznak a játékosaink, azért nagyon támadóink nincsenek, nagyon nehéz így meccset nyerni. Tehát tudtuk azt, hogy egy masszív, hogy mondjam, inkább területvédekezésből próbálnak labdaváltásból gyorsan támadást kezdeményezni. Mi azért erre fölkészültünk, és nekünk mindig az a taktikánk, hogy próbálunk labdát birtokolni az első fél időbe. Azért tudva levő az NB3 az utolsó 20 percben általában erőléti problémák mutatkoznak a legtöbb csapaton, és a végén próbálunk mindig egyet még rákapcsolni, akkor még egy picit próbálunk váltani, de eddig ez bejött. Sok hiányzunk van sajnos, igen. Padon se volt túl sok egészséges játékos, még azt mondom, hogy ott is csak egy-kettő volt, aki egészségesen tudott leülni. Elől igen, nyilván sok hiányzunk van, sok a sérült, de a meccs megsínlette magát, de ezért vagyunk egy csapat, hogy ilyenkor tudjuk egymást segíteni, sajnos ez ma nem sikerült semmilyen formában, mert még egyszer mondom, helyzetekig szinte egyáltalán nem jutottunk, meg érdemelten győzött a hazai csapat. Nem alkalmas rá sem a létesítmény, és nincs olyan fedezet rá, hogy az NB2-t elvállalják. Hát ez már, amikor én itt játszottam, tehát mi is fölkerültünk NB3-ból NB2-be, NB2-ből megnyertük a bajnokságot, és át kellett adjuk a Debrecennek az indulási jogot, mert az NB1-et ma abszolút nem vállalták. Most meg úgy vagyunk vele, mondom, hogy megyünk, csináljuk. A gyerekek nagyon boldogok, azt mondták, hogy újból futballistának érzik magukat, mert ilyen sikerben még nem volt részük. Remélem, hogy még folytatódni fog. Igazából azért volt furcsa ez a gól, mert úgy éreztem a második fél időben, hogy kezdtünk tempót váltani, kezdtünk dominálni, hát nem is dominálni, de azért az ellenfél tér felé merészkedni többször volt lehetőségünk, akkor próbáltam belenyúlni egy kicsit a meccsbe, és jött egy lecsúszott beadás, amit a Dávid azt hitte, hogy ez bejön, és nyilván már nem ért vissza. Erő demonstrációval kezdte a szezont az Octopus MHSF futsal csapat a Demeterből érkezett Arnold Sport ellen. A regionális bajnokságban Szentjobbi Roland irányításával 18-2-re győzött csapatunk. A fiatal együttes tavaly a második helyen zárt, most pedig a bajnoki címig vezető útra szeretne rátérni. Lehengerlő játékkal kezdte meg a második évadát a teremfutball csapatunk a regionális futsal bajnokságban. Az előző idényben második helyen végzett a pontvadászatban a gárda, idén mindenképp szeretnének előrébb jutni. A találkozó kezdő rugását azonban Mező Imre, a csapat névadó szponzorának tulajdonosa végezte el. Mező úrnak egy csapatmezzel köszönte meg ekkor még a HS-e a biztos anyagi háttér megteremtését. Arról, hogy hogyan került kapcsolatba a HS-e futsal csapatával, a mérkőzés után nyilatkozott a HVTV-nek. Ahogy kapcsolatba kerültem, azt Marosi Gyuri elnök úrnak volt köszönhető. Ő megkeresett engem, kérte, hogy hagyvázolhassa fel a csapatnak az elképzeléseit, a jövőbeni elképzeléseket. Igazából megnyugtatott, hogy ez a csapat ez egy nagyon küzdeni akaró, eredményes csapat. Nekem ez tetszett, ez a felvázolt koncepció, és igazából úgy döntöttem, hogy szeretném
ők hozzájárulni is az eredményekhez, a csapat jövőbeni eredményeihez. A mérkőzés igazi kezdőrugását Fekete Gábor végezte el, és hamar kiderült, hogy a találkozón már gólokkal is igyekeznek meghálálni a bizalmat a játékosok a főszponzor felé. Igaz, az első 5 percben még csak helyzetekig jutottak futszálosaink, ekkor még csúsztak pontatlanságok a passzokba és a befejezésekbe. De az 5. percben már minden a helyére került. Egy oldal berúgás után Nagy Levente érkezett jó ütemben a kapu elé, és mindenkit megelőzve lőtt a hálóba. A vezetés megnyugtatta a csapatot, futószallagon jöttek a helyzetek és a gólok. A szünetig Nagy Levente és Szabó Lajos még kétszer-kétszer, Szabó Péter, Szentjobbi Roland és Fekete Gábor egyaránt egyszer volt eredményes. A szünetre kialakult 8 gólos különbséget a fordulás után tovább növelte a HS-e. Ebben a játék részben Éles Zoltán volt a gólok felelőse. 4-szer talált be a demecseri kapuba, de az előkészítésben is jeleskedett. A nagyarányú vezetés mellett a vendégeknek is akadt helyzete, és 2-szer ők is betaláltak. A győzelem azonban egy percig sem forgott veszélyben. A végére minden mezőnyjátékosunk betalált, ezzel mindenki kivette részét a 18-2-es sikerből. Érthetően boldogan nyilatkozott Szentjobbi Roland, csapatunk játékos edzője. Mit is mondhatnék, ugye ez edzőként, az edzői karrieremben ez az első mérkőzés. Ugye az első fél időben 8-0-ra vezettünk, utána pedig növelni tudtuk legalább ennyivel még a góljainknak a számát. Minden edző ilyen bemutatkozásra vágyik, én azt gondolom, hogy elégedett lehetek a csapatnak a játékával, illetve az eredményével is. A mérkőzés elején nem igazán találtuk a ritmust, ez betudható annak is, hogy ugye egy edző mérkőzést tudtunk játszani a felkészülés során. Kicsit kapkodó volt a játék az 5. percig. Mi nem foglalkoztunk ezen a mérkőzésen az ellenféle, csak saját magunkra koncentráltunk, és csak azt játszottuk, amit mi elképzeltünk a mérkőzés előtt. Mikor már ennyi a különbség, egy kicsit a játékosok is van, hogy könnyebben veszik a gólt. Nyilván gólt kapni sose jó, de azért, mikor ennyi rugott gól van mellette, azt gondolom, hogy akkor nincs probléma. Messze menő következtetéseket nem lehet természetesen levonni egy meccs alapján, de a célok azért így is egyértelműek a csapatnál. 6 csapat szerepel most jelen pillanatban a bajnokságban. Ugye van pár új csapat, van a Gyulaháza, akivel tavaly egy kiki meccsen kikaptunk idegenbe. A többi csapatot nagyon nem ismerem, van egy Nyírbátor, egy Encsi csapat, úgyhogy én nem tudom így megmondani, felmérni egyelőre az erőviszonyokat, de nekünk nem lehet más a cél, mint a bajnoki cím. A látottakkal érthetően Mező Imre, a csapat főszponzora is elégedett volt. Nagyon elégedett vagyok, nagyon szép teljesítményt nyújtottak a fiúk. Még egyszer nagyon szeretnék gratulálni mindenkinek hozzá. A folytatásban a korláti Vikingek ellen lehet tovább gyűjteni a bajnoki pontokat. Óriási izgalma közepette tartotta itthon a 2 pontot az Opus Tigás Hajdúszoboszló MB2-es férfi kézilabda csapat Kálló Semjén ellen. Kovács Lászlóék ezzel azt bizonyítják, hogy egy kiki mérkőzést is meg tudnak nyerni. Hornyák Lajos együttese vasárnap a Fehér Gyarmat otthonában gyűjteti tovább a bajnoki pontokat. Ezzel a Hornyák Bence góllal lépett el 22-19-re az Opus Tigás Hajdúszoboszló. A Kovács-Hornyák összjáték után azonban már csak a vendégek találtak be. Így ugyan mindössze csak egy góllal, de itthon tartott a Hornyák Lajos együttese a 2 pontot. Ellentétes félidőket produkáltak a felek, az első játékrész után 13-10-re még a Kálló Semjén vezetett. Volt több meccs labdánk volt, ott 2-nél vagy még 3-nál is volt körülbelül 3 labdánk, 2 zicserünk, meg egy eladott labdánk, tehát igen, benne volt az, hogy szorosabb, de hát az első fél idő az elég kilátástalanak tűnt, tehát megint nem voltunk elég élesek, tompák voltunk, tehát tudtuk, hogy ilyen meccs, tudtuk, hogy küzdős, láttunk felvételt, hogy mi történik, hogy történik ezzel a csapattal, beálló játék, tehát
tehát erre készültünk, de egyszerűen tehát ez ugye az NB2 ez arról szól, hogy minél több ember tud élesen odatenni magát egy-egy mérkőzésen, minél több ember tud normálisan felkészülni a mérkőzésre, mivel ugye vannak még emberek, akik ilyenkor délelőtt is dolgoznak, át, és minél több hozzá tud tenni, akkor könnyebb egy mérkőzés, vagy ha minél jobban bele tudunk állni egy meccsbe, jó sikra az eleje, mint Berettyóújfaluban, akkor egy sima mérkőzést tudunk játszani esetleg, de ha így belekezdünk, akkor minden mérkőzés, tehát itt nincsenek lefutott mérkőzések. Az első félidő sok erőt kivett belőlünk, mert ott azért elég szépen mentünk, és a Szoboszló futott az eredmény után. Ott a félidővel 3 góllal mentünk, utána második félidőre sajnos az, hogy picit elfáradtunk, mind fizikálisan, mind pedig mentálisan. És ezt a Szoboszló szépen kihasználta, szépen följött, ledolgozta a hátrányát, és utána átvette a vezetést. Egy gól, két gól, ide-oda, egy hiba, amit rengeteg hiba volt mindkét oldalon, mert befáradnak a játékosok, tehát állóképességben, két-három edzéssel nem lehet olyan messzire jutni, hogy 60 percet végig játszani egy ember, befárad, akkor mit tudunk cserélni, mit tud magából kihozni, tehát itt reménykedünk benne, de csak itt biztosan nem lehet menni egy meccsen se, tehát és minden, tehát itt már a múlt héten mi szereztünk utoljára pontot, tehát már mindenkinek van pontja, 3 forduló után már mindenki szerzett pontot. Mester mindig a hibákat látja, de mivel volt elégedett? Inkább a védekezéssel, vagy inkább a támadással? Hát igen, a védekezésünk azért az ugye Pistivel a kapuba. 13 gólt kapunk az első fél időben, azt egy kicsit sok hallottam. Tehát ha nem vagyunk élesek, akkor egy-egy kicsivel lemaradunk, a beállót meg tudják játszani, akkor, de a második fél időben már, tehát ez is lelkesedés kérdése, és ha hátul összeáll a védelem, akkor már elől is megy a játék. Tehát az, hogy elől tompák, vagy hátul is tompák voltunk, elő is tompák, azt ugye az rányomta a bélyeget a védekezésre is. Tehát az hogy tényleg csinálunk, ez teljesen hullámvasút az egész, vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, játékosok csinálnak olyan dolgokat, hogy mindenki csak néz azt, amit csinálnak, negatív olyan dolgokat, hogy mindenki tehát ez tényleg ez az amatőr sport, hogy ezért játszunk NB2-be, sajnos, ugye, mert nem tudunk többet áldozni erre a sportra. A folytatásban is izgalmas mérkőzéseket játszik a Fürdőváros. Előbb Fehérgyarmatra látogat a csapat, majd a miskolciakat fogadja. Még van egy Fehérgyarmat idegenben, aztán egy Acélváros itthon, aztán megint pihenő van, tehát ezek megint ugyanúgy idegenben, Fehérgyarmaton, oda hát ott megint ilyen mérkőzés, tehát ez mind ilyen mérkőzés, ahol tehát ha össze... Nüansznyi dolgok döntenek. Teljesen nüansz, így van, pontosan, igen. Különleges, zárt körű futóversenyt rendeztek vasárnap a Gázláng utca egykori sporttelepén. A futóiskola a Gázlángon nevű futócsoport születésnapokkal egybekötött mozgásra invitálta tagjait. A feladat nem volt egyszerű, ugyanis az indulók némi nehezítést is kaptak futás közben. Ami az észak-európai országokban az asszonycipelés, az angoloknak a sajtgurítás, az Hajdúszoboszlón a sörfutás. Egy igazán extrém futóverseny, ahol a résztvevőknek, amellett, hogy a kijelölt 6 kilométeres távval kell megküzdeniük, a választott távnak megfelelő sörmennyiséget is el kell tüntetniük abban az esetben, ha nyerni akarnak a verseny végén. Az ötletgazda Kocsár László volt, aki a HVTV-nek elmondta azt, hogy honnan indult a kezdeményezés. Ezt a versenyt 2004-ben Balmazújvárosban kezdtük el, és egy nagyjából 10 évig ott is folyamatosan ment az a sörfutás, ami 20 perces versenyt, illetve 1 órás versenyt jelentett, és minden körben meg kellett inni egy pohár sört. Hajdúszoboszlóra Takás György segítségével tették át székhelyüket a szervezők, azonban a szabályrendszer némileg átalakult. Eltértünk az eredeti szabálytól, a 20 perctől, illetve az 1 órás futástól, és itt 6 kilométerben határoztuk meg a verseny távját. Ez azt jelenti, hogy 6 kilométer alatt 3 doboz sört kell meginni. Külön értékelik a férfiak és nők teljesítményét. Van azonban ultratáv is, amikor nem 3, hanem 6 sör vár a nevezőkre. Továbbá lehetőség van arra is, hogy valaki alkoholmentes nedűvel helyettesítse a sört. Tehát nem a sörözésen van a hangsúly, hanem a nehezített körülményekkel való futás teljesítményen. A pályacsúcs jelenleg 26 perc és 50 másodperc 6 sörrel. Én úgy látom, hogy itt azért ez egy gyorsasági verseny lesz, tehát itt szó nincs arról, ahogy említetted, hogy itt holthalálos részeg emberek lesznek ugye a verseny végén. Nem, ez egy gyorsasági verseny, 6 kilométer a táv, és itt mindent bele kell adni.
Takács Gyuri idén az ünnepeltek táborát erősítette, így most nem szervezőként, hanem futóként állt a rajtvonalhoz. Olyan apropóból szoktuk megrendezni, hogy ebben a futóközösségben mindenki elér egy bizonyos kort, és ennek a megünneplése úgymond egy-egy jeles alkalom szokott lenni ez a futás. Ez nem feltétlenül a versenyről szól, de mivel futók vagyunk és szeretünk versenyezni, ezért szeretjük ennek is megadni így a rangját, úgymond. Van egy kis versenyhelyzet is benne, de azért nyilván, hogy egy kicsikét lazábbra vesszük ezt a dolgot. A sör az lazít. A laza futás nála azért igen erős tempót jelent. A sörözéssel együtt szeretett volna fél órán belül célba érni. Bízom benne, hogy azért 30 percen belül sikerül majd megoldanom most is ezt a 6 kilométert. Az ünnepeltek köszöntése után rövid szabályismertetés előzte meg a versenyt. A rajt elhangzása után egy sört mindenképpen meg kellett inni azelőtt, hogy elindult volna a mezőny. A maradék mennyiséget pedig a futás végéig kellett elpusztítani. A verseny tehát akkor ért véget, amikor a kilométerek és a sör is elfogyott. Komoly taktikázás folyt a versenyen, volt, aki többször kiállt a depóba inni, és csak kisebb mennyiségeket fogyasztott. És volt, aki egy teljes poharat leküzdött, mielőtt tovább indult volna. A verseny normál távját végül Komor Imre nyerte meg, akinek a 3 sör és a 6 kilométer teljesítéséhez mindössze 30 percre és 2 másodpercre volt szüksége. Csupán 4 másodperccel megelőzve a szülinapos Takács Gyurit, akinek így nem sikerült 30 perc alatt célba érnie. Az ultratávot, vagyis a 6 kilométert és a 6 sör kombinációt Kocsár László teljesítette a legjobban, 30 perc 48 másodperc alatt. A jó hangulatú verseny díjkiosztó és közös ebéd zárta.